Szélsőségesen meleg időjárás hozott a hétvégén Nyugat-Európában, ahol emberek tömegei kerestek enyhülést a strandokon és a városi szökőkutakban. Lyonban 41 fokot is meghaladta a napi csúcshőmérséklet, és Párizsban is átlépte a 40-et. Ez sokak számára tette elviselhetetlenné a maszkordást, miközben egyre több helyen teszik kötelezővé az arc eltakarását. Nem csak a hűség zavar. A maszk is nagyon zavaró ebben az időszakban, de muszáj, hordanunk kell, mert nagyon komoly a helyzet. Nagy-Britanniában is rekordot döntött a meleg. A brightoni tengerparton olyan sokan gyűltek össze, hogy nem tudtak biztonságos távolságot tartani egymástól. Most meg kellene beszélnünk, hogy a koronavírus után milyen gazdasági élénkítő programra van szükség, és hogyan alakítsuk át az életünket ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjunk a megváltozott klímához. A rosszul hőszigetelt házak is gondot okoznak, a nagyvárosokban kevés a park, miközben egyre több területet beépítenek, pedig több fára és több, lehetőleg úszásra is alkalmas pihenőhelyre van szükség. Hollandiában a hatóságok arra kérték az embereket, hogy keressenek kevésbé zsúfolt vízpartokat, Belgiumban pedig csak ellenőrző, áteresztő pontokon át lehetett bemenni a strandokra.